Kedves hallgatók! A következő előadás a középkori fizikába vezet be, azon belül is a mechanikával fogunk foglalkozni. Az előadás másik, második része pedig a középkori csillagászattal fog törődni. Nos, a középkori fizika az aktív kutatástárgya mai napig is. Sok még a nyitott kérdés ebben a témában. Az biztos, hogy nagyon sok fontos dolog történt a középkori Európában, lásd az előző két előadást az a tudomány általános helyzetéről és a matematikáról szóló előadásokat, de sajnos a középkor nagy részérés vonatkozik az, amit az ókorról mondunk, hogy sok eredményt elfelejtettünk. Talán a legfőbb határvonal az 1400-as évek vége, amikor a könnyomtatás megjelenik, előtte bármilyen tudományos eredmény kis példány számba került sokszorosításra, és ezek azért hajlamosabbak elveszni. Amit azonban tudunk, az az, hogy a középkorban, főleg most ugyebár a középkor közepe végéről beszélünk, nem az elejéről, a zűrzavaros időszakról, szóval nemrég fedezték fel újra a görög eredményeket, tanultuk, hogy ezek sokszor kacskaringósan, tehát mondjuk, Teszem azt hogy az eredeti görögöt lefordították szírre, azt lefordították arabra, és arabról fordították latinra, és így jut el a középkori gondolkozó, európai gondolkozókhoz, de ebben a korszakban az 1100 as évektől kezdve nagyon nagy divatja van lefordítani az ókori görög filozófusok műveit, ha esetleg arabról, akkor arabról. A görög filozófiát csodálják a középkori gondolkozók is, különösen Arisztótelészt. Arisztotelésznek nagyon nagy tekintélye van a középkori gondolkozók előtt. Sokan úgy mondják, mint hogy az arab gondolkozók is, hogy hát Arisztótelészt meg se lehet haladni, mert elérte a tudomány tökéletességét. Óriási fellendülést jelent ez a filozófiában és a teológiában. A keresztény hitelvek és az arisztotelész logika találkozásából születik meg a modern teológia, például Aquinoi Szent Tamás neve kapcsolódik ide. Ö, tanultuk a múltkor, hogy a középkort jellemezte egy nagyon komoly technikai fejlődés, a gépészet kialakulása, de erre a görögök nem adnak választ. Tudjuk, hogy a görögök játszottak például a kezdetleges ö, hőerőgéppel is, de sem elméleti magyarázatuk nem volt, sem kísérletileg nem fejlesztették tovább. Nos, a középkori Európába gond ez, hogy nem volt erre magyarázat. A legfőbb kérdésköre a fizikának a mechanikához kapcsolódik, égi és földi esetben is. Tehát a földi testek mechanikája az a hagyományos értelembe vett mechanika, de ennek az előadásnak a folytatásában majd az égi mechanikáról, tehát a bolygó mozgásról beszélünk majd sokat. Ez ugyan mondhatjuk csillagászat, viszont a mozgástanon keresztül kapcsolódik mindenképpen a mechanikához. A korszak fő problémája, Arisztotelész nagy tekintély és a görögök tisztelete miatt nagyon nehéz túllépni a peripatetikus dinamikán, ugye Arisztotelésznek a mechanikáján. Ebben az időszakban sok kutatási központ alakul ki, a legjelentősebbek az 1300-as években működtek, például Párizsi Egyetem környékén, itt két nevet említünk, akikről majd részletesen tanulunk, Nicole, Ores, Nicole de Oresbe, vagy latinosa Orezmiusként is emlegetik, vagy Jean Bariden, aki nagyon fontos felfedezéseket tesz. De volt egy Oxfordi Kutatási Központ, Ugye ekkoriban indul az oxfordi egyetem. Ez az oxfordi csapat, aki mindenfélét számolt, őket az Oxford Calculators-nek nevezték abban a korban. Itt van néhány nevük, talán ez a Bradwardine nevű kutató a legjelentősebb közöttük, de azért a többiek se elhanyagolhatóak. Ezek a kornak megfelelően többnyire papok szerzetesek, némékük, püspök, például Oresmius az idősebb korára Lyon püspöke lett. Nagyon sok alapvető eredményt hoztak a mozgástanban, grafikonok, a pillanatnyi sebesség fogalma. Ők kezdték el egyáltalán tanulmányozni a változó sebességű mozgásokat. Ugye emlékezzünk, Arisztótelésznek a, a dinamikája lényegében csak a testek mozgásának a végsebességére vonatkozott. Nézzük csak sorra, hogy mik voltak ezek a nagy felfedezések. Az egyik, ami valójában nem csak a fizikára, hanem az élet minden területénre nagy hatást gyakorolt, az, hogy ekkor jelenik meg a grafikonoknak a rajzolása az Oxfordi kutatóknál. Az volt az ötlet, hogy viszintes tengelyre az időt képzeljük, függőleges tengelyre pedig a változó mennyiséggel arányos szakasz vagy oszlopot rajzolunk. Ez a rajz itt egy eredeti 1300-es évekbeli könyvből van. Vagy ilyen tüske diagramot rajzoltak, vagy pedig ilyen oszlop diagram formájában, ma úgy neveznénk, rajzolták föl a grafikonokat. Ez már egy mai rajz, egy egyszerűsített rajzfajta, amivel Simonyi Károly a könyvében jellemzi azt, hogy miféle változásokat tudta grafikusan megjeleníteni. Ko ma úgy mondanánk konstans függvény, linárisan emelkedő függvény, periódikus függvény. E előtte a görögök az időbeli változásokkal, ugye tudjuk nem sok mindent tudtak kezdeni, belezavarodtak a legegyszerűbb mozgástani dolgokba is, de itt ez a grafikon egy nagyon-nagyon fontos kulcsot ad a megértéshez, geometriára fordítja az időbeli változást. Ez nagyon hiányzott a görögöknek. Ha valaki az ókori görögöknek ezt a trükköt megmutatta volna, az valószínűleg a görögök ö, tudományán nagyot dobott volna. De nem volt, aki megmutassa időgéppel, és nekik se jutott eszükbe, úgyhogy ezért gondjuk volt végig. Pedig így a görögök által szinte tökére fejlesztett geometria segítségével <kül> az időbeli változások is kezelhetők. Ugye gondoljunk rá, hogy például, e, e, például a teknős béka, Achilleus és a teknős a probléma és milyen egyszerűen helyidődiagramon megoldható. De ezen tovább mennek ezek az 1300-as évekbeli gondolkozók. Orezmius felveti, Hogyha az idő helyként ábrázolható, ugye a viszintes tengely az idő, akkor a világ négydimenziós, három tér és egy idődimenziója van. Tulajdonképpen a téridő gondolata fölmerül ekkor, túl sok mindenre nem mennek vele, de azért látjuk, hogy a grafikonok gondolata az nem csak praktikusan, hanem elméletben is nagy újdonságot jelentett. A grafikonok rajzolása lehetővé tette, hogy a kinematikát sokkal jobban megértsék az akkori kutatók. Ekkortól származik a pillanatnyi sebességnek a fogalma. Tudták, hogy a helyidő függvény grafikonjának a meredeksége, hát ugye ezekhez a tüske diagramokhoz nem rajzoltak úgy érintőt, mert azért itt ezek diszkrét diagramok, de hogy meg, milyen meredeken kell a lépcsőkön lépkedni, az felel meg a sebességnek, ezt már tudták. Ennek megfelelően az egyenletesen változó mozgást is meg tudták, e, tudták már kezelni, tehát a gyorsuló vagy lassuló mozgást. Ugye arisztotelészek nem tudtak ezzel mit kezelni. Ebből a korból már matematikai tétel is vonatkozik, e, matematikai tétel is származik, ami az egyenletesen változó mozgásra vonatkozik, a Merton tétel. Egyenletesen változó mozgás esetén az átlagsebesség az időintervallum elejé és végi sebességnek az átlagával egyezik meg. Ez ugye csak az egyenletesen változó mozgásra igaz. És a grafikon segítségével gyorsuló-lassuló, rezgő mozgásokat is tudtak ábrázolni és kezelni. Ez nagyon-nagyon fontos ö, eredmény volt. Ekkor még tömör jelölés nincs, ezért a grafikon, hogy lefordította a változást ö, geometriára, a széles körbe használt. De aztán a kinematikán belül sok ö, újszerű ötlettel is előállnak a kutatók, például Orezmius kifejte az egyik könyvében: Csak a relatív mozgás számít. Ugye a görögöknek gondot jelentett, ezt gondoljunk például a vonuló katonáknak a problémájára, hogy most akkor, ha ide-oda vonulnak a katonák menetoszlopai, és az egyikből nézzük a másikat, akkor így vagy úgy látszanak, Orezmius át túlteszi magát, ezen lényegében a vonatkoztatási rendszer gondolata felmerül. És le is írja Orezmius, ugye ez majd a csillagászati részben lesz központi dolog, hogy forog-e a Föld, vagy az égi szférák forognak körülötte, Oresmius azt írja, hogy teljesen mindegy, mert ez a kettő egyenértékű ö, egymással. Tehát rájön, hogy csak a relatív mozgás számít. Később ezt galilei féle relativitási elvnek nevezik, mert galileitől terjedt el, hát galilei azért részletesebben is kifejtette ezt, de valójában nevezheték Oresmius féle relativitási elvnek ezt. Oresmius teológus is, és azt is kifejti, hogy teológilag sincs semmi probléma a föld forgásával, ugye majd a galilei pernél utalunk erre vissza. Megkísérelték, hogy Arisztótelésznek a V egyenlő F per R arakban fölírt, hát mai jelöléssel fölírt mozgás egyenletét, mozgás törvényét kiavítsák, mert azt látták, hogy ez nem jó. Ekkor még nincs a tömör egyenlet jelölés, ilyen Azért már mm, megvan alkvarizmi műve, és szöveges egyenleteket kezelnek, tehát azért már jobban tudják kezelni az ilyen dolgokat, mint Arisztotelész, de azért nem annyira precízen. Szóval próbálkoztak Arisztotelésztől eltérő mozgás törvényeket fölírni. Mai jelöléssel nem fárasztva a hallgatóságot ilyen hosszú körmondatok kimondásával, megpróbáltak a v F-R, vagy F-R per R törvényeket, végig gondolták, különben amennyire egyenlet nélkül lehetett, nagyon helyesen végig hogy ebből milyen mozgások következnének, és néha alkalmazhatónak találták ezeket a dolgokat. Például volt, amelyik szépen leírta a, azt, hogyha gyorsítunk valamit, és egy végsebességet elér, és azzal megy tovább. Megpróbálták a ferdehajítást, az ágyugolyó mozgását, vagy az eldobott paritja kőnek a mozgását leírni. Úgy gondolták, hogy egyenesekből és körökből lehet összerakni, tehát mondjuk egy kilőtt ágyugolyó indul egyenesen, aztán van egy kis kördarab, aztán egy meredekebb egyenes mentén lezuhan. Hát kvalitatíve jó, tudjuk, hogy nem ilyen az igazi pálya, de egy előre mutató dolog, hogy megpróbálták összerakni ezt a dolgot nincs átütő siker a mozgás egyenlet keresésében, de bejárnak egy csomó olyan tévutat, ami jó, amit a későbbi kutatók szívesen vesznek, hogy bejárták ezt helyettük. Másrészt ezekre Aristoteles még csak nem is gondolt ezekre az utakra. És a legnagyobb durranás ebből a korszakból az Jean Baridennek az impetus elmélete. Jean Bariden egyrészt rengeteg példán kimutatja, hogy az arisztótelészi mechanika rossz. Ugye a kilőtt nyilvessző, tovasodória, a levegő, meg e féle dolgok kimutatása e van szórakozott Bariden. De ennél sokkal több mindent tett, bevezette az impetus fogalmát. Az impetus fogalma, hogy könnyebben megértsük, lényegében megegyezik a mai lendület fogalmával. Azt mondta Bariden, hogy egy testnek van mozgás mennyisége, ami arányos a test tömegével és a sebességével egyaránt, tehát képletben ma tömegszer sebességként ír ránk föl, és lendületnek nevezzük a mai fizikában. De nem elég, hogy mondott egy ilyen fogalmat, hanem azt is megmondta Bariden, hogy az impetus a test saját tulajdonsága, a megváltoztatásához kell a külső hatás. Ebben gyakorlatilag benne van Newton első törvénye. Mert ez azt jelenti, hogy ha mozog egy test, és nem hat rá semmi, akkor nem változik meg az impetusa, azaz egyenletes sebességgel tovább halad. De látjuk majd Newtonnál, hogy a tömegszer sebességnek az impetusnak a megváltozási üteme, az lesz az erő, hogy ez valójában Newton második törvényének és az előfutára, jegyezzük ezt meg, majd Newtonnál visszatérjünk rá. Az 1300-as években tehát nagyon sok dolog történik a mechanikában. Nyilvánvalóvá válik, hogy Arisztótelész összi mechanika nem jó. Újszerű gondolkozásmód és eszközök jelennek meg, grafikon, pillanatnyi sebesség, periódikus mozgás, stb. És talán a legfontosabb az impetus elmélet, amiben Newton törvényeinek a csíráját fedezhetjük már föl. Sajnos, nem jönnek rá ebben a korban, hogy a kölcsönhatás a testek között a gyorsulást határozza meg, nem a sebességet. Ez lényegében összefügg a következő hiányossággal, nincs még tömör matematikai jelölés, és ezért bár azt a logikai ugrást megtették a görögökhöz képest, hogy a pillanatnyi sebességet értelmezni tudják, de a gyorsulás értelmezése az még csak ilyen csíráiban van meg a gondolataikban, túl nagy lett volna. Valójában kell a differenciál számítás, amit majd csak 300 évvel később fedeznek fel, például Newton meg a kortársai. De ennek ellenére ezt az oldalt, ha megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az 1300-es évek mechanikája nagyon komoly eredményeket hozott. Aztán volt még sok más eredmény is a középkori mechanikában. Hát, ha középkori és tudós, akkor nagyon, nagyon sokaknak Leonardo jut eszébe, mert őt szokták mondani, még ilyen filmekben is emlegetik. Leonardo titkos találmányairól, meg ilyesmiről egy csomó, ö, bocsánat, idióta a film szól. Minden esetre, ha középkori és tudós, akkor sokaknak Leonardo jut eszébe. Kétségtelen, hogy Leonardo, itt egy önarcképét képét láthatjuk, zseniális művész volt, zseniális mérnök, nagyon jó modern szemléletű menedzser volt, és tudós is volt. Mérnök volt. A középkor eredményeire alapozott, nem ő talált ki mindent, de továbbfejlesztette a középkori gépeket, és nagyon látványosan prezentálta ezeket, részben azért, hogy megbízásokat szerezzen a kor uralkodóitól, Amiből aztán bevétele lehet. Ö, szerette a pénzt, Leonardo. Ö, tudós is volt. Az anatómiai ismereteknek nagyon nagy részét köszönhetjük neki, de például a perspektívikus ábrázolás szabályait is ő és társai ő fejlesztették ki. Viszont a fizika elméletére való hatása az gyakorlatilag elhanyagolható azért nem volt egy olyan polihisztor, ami, aki mindenhez értett volna. Az utókor szemébe Leonardo egy félig mítikus alakká válik, és lényegében az egész középkor eredményeit hozzácsapják. Például azt mondják, hogy a sötét középkorban nem történt semmi, erre jött a seműből Leonardo, lehet, hogy ufó volt, vagy ilyesmiket is mondanak néhányan, és kitalált ezeket a fantasztikus gépeket. Nos, hát fantasztikus gépeket talált ki, de valójában ezek csak a korábbi évszázadok gépeinek a továbbfejlesztései voltak csak. Leonardo a maga művész módján sokkal szebben és tartós anyagra ábrázolta őket, és tudatosan járta marketing körutakon a, a környéknek, a, tehát elsősorban olasz, a mai Olaszország területének az uralkodóit, hogy megbízásokat szerezzen és ezekhez a gépeit nagyon szépen ábrázolta. Egy érdekesség, amire a középkori tudomány elején már utaltunk, azt szoktuk mondani, hogy Leonardo találja fel repülést. Hát ez abszolút nem igaz. Valójában az első fejezések Kínából származnak, az első és hatodik század között, már nagy papír sárkányjal húztak föl a magasba embereket katonai felderítési célokból, 100-200 métert repültek siklógéppel, és papírból hőlégballonokat készítettek Kínában. Aztán tanultuk, most nem ismétlem el, ezt az Elimer nevű szerzetest, ami, aki a Malmesbury korostorban volt, 1000 és 1010 között olyan 200 métert re, siklórepülővel ment már. Most leonardo is van nagyon híres rajza a siklógépről, de egyáltalán nem ő találta ki. Ön meg van ilyen rajza is, ami lényegében egy helikopterszerű berendezést vázol föl. A modern kutatások azt mutatták ki, hogy a repülő repülőműködhetett, nem tudjuk, hogy tényleg kipróbált -e valaki, de ez a helikopter, a helikopter tudja, hogy nem. Becsavarodott volna a levegőbe, mert nincs stabilizátora, nem volt hozzá motorerő, ami a levegőbe tudta volna emelni. És hát az az igazság, hogy Leonardo nagyon sok fantasztikus ötlete teljesen megvalósíthatatlanak bizonyult a mai szemszögből nézve. Tehát ezeket a dolgokat azért csinják el, ezekkel csinyán kell bánnunk, amikor leonardo beszélünk. A kor egy központi problémája szabadesésnek a vizsgálata. Hogyan esnek a testek? Ugye erre Arisztotelész azt mondta, hogy a kétszer nehezebb test kétszer gyorsabban esik. Ez következik a arisztotelészi alapelvekből. És ugye Arisztotelész ezt nem nagyon ellenőrizte, ezt a dolgot. A középkori tudósok már tudták, hogy a peripatetikus dinamika nem jó, és az egyik legegyszerűbb, egyen gyorsuló mozgása a szabad és vizsgálják a szabadon eső testeket. Például egy Domenico de Soto spanyol kutató az 1500-as évek közepén végzett kutatásokat, rájön, hogy a amit elméletben fölvázoltak az 1300-as évekbeli kutatók az egyenletes, sen növekvő sebességű mozgásról, az megvalósul a szabadesésnél. Aztán egy Benedetti nevű olasz az 1500-as évek második felében, már rájön a közegelnás szerepére, és ugyan egyenletek nélkül, de helyes gondolatkísérletekkel bebizonyítja, és kísérletig is ellenőrzi, hogyha, hogy a nehezebb testek nem esnek gyorsabban. Benedettinek a gondolat kísérletének az a lényege, amit itt láthatunk. Elcsünk le két egyforma golyót egymás mellett egymástól függetlenül, nyilván azonos sebességgel fognak esni. Ha egy viszintes összeköttetést teszünk közéjük, egy nagyon egy sújtalan összeköttetést, vagy elhanyagolható súlyút, ez nyilván nem fogja lefele gyorsítani a két golyót, tehát a két golyó ugyanazzal a sebességgel fog lefelesni, na de ez az egész most már egy kétszeres tömegű test. Teljesen igaza van Benedettinek, és ö, látszik, hogy logikailag is érthető, hogy miért van, hibá, miért hibázik Arisztotelész. De folytatódtak a kutatások. Egy Steven nevű angol ö, nagyon pontos ejtési kísérleteket végzett. És világossá válik a kutatások során, hogy Arisztotelész tévedett, a nehezebb nemesnek gyorsabban valami új gondolat szükséges. És már ott is volt a csírája Bariden Impeltus elméleténél. És mindez egy Isaac Beekman nevű hollandnál, áll össze egy rendszeri az 1600-as évek elején, aki 1618-ban számszerűleg helyes modellt ad a szabadesésre. Bariden gondolatából indul ki, hogy a testek maguktól megőriznék az impetust, csak hozzáteszi azt, hogy a gravitáció, tehát a föld vonzása az egységi idő alatt egységével növeli a test impetusát. Ebből könnyen látszik, hogy egységi idő alatt egységével növekszik a sebesség. És van is annyira ügyes már matematikailag, hogyha máshogy is jelöli, de levezeti az S-egyelő géper 2 törvényt. Egyrészt egy fontos dolog az, hogy megadott egy számítási formulát a szabadon eső helyére, másrészt talán még fontosabb ez a dolog, mert ez nyújtom második törvényének a csírája, hogy a gravitációs, a gravitáció egységnyi idő alatt egységnyivel növeli a test testimpetusát. Ez fogja nyúton kiterjeszteni a nem erőkre, és a Newtonnál is az erő az impetust változtatja, és így működik a mechanika a Newtoni szemléletbe, de ez már megjelenik itt. Nos, a középkorban tehát nagyon sok fontos eredmény született a mechanikával, ahogy ezt láttuk, most majd a következő adás a csillag szól, de majd utána, amikor Galileiről beszélünk, látjuk majd, hogy ez még tovább folytatódik, és készít elő az 1600-as évek végi nagy newtoni forradalmat. Köszönöm a figyelmet!